Már 17 helyszínen érhetők el defibrillátorok a hegyvidéken. Idén több mint 40 ezerrel bővült a lakossági állampapír tulajdonosok száma. Mesél az asztal, a Kárpát-medence gasztronómiai hagyományait bemutató kiállítás nyílt a Csikós udvarban. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A fákra fagyott ónos eső miatt ideiglenesen lezárták a normafa környékét a kirándulók előtt. A jég a múlt éjszaka megvastagodott, ágak és tenyérnyi jégdarabok szakadnak le, és akár kisebb fák is kidőlhetnek a jég súlya miatt. Ezért döntött a terület kezelését ellátó hegyvidéki önkormányzat a normafa környékének lezárásáról. 80%-os kihasználtsággal működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fővárosi hajléktalan szállói. Férőhely hiány miatt senkit nem küldenek el, és ha kell, ideiglenes szükségszállásokat is megnyitnak. A hideg időben a szeretetszolgálat munkatársai a szabadban éjszakázó embereket is igyekeznek rávenni arra, hogy menjenek el a hajléktalan szállókra. A szeretetszolgálat azt kéri, hogy aki a földön fekvő embert lát, menjen oda hozzá, és ha kell, akkor hívja a diszpécser szolgálatot, vagy a 112-es segélyhívót. Már 17 hegyvidéki helyszínen érhető el defibrillátor. Az életmentő készülék hangos utasításokat ad, így bárki által könnyen használható. Legutóbb a Városmajori Gimnáziumban elhelyezett berendezés mentett életet. Olyan leckét kapsz, amit sose fogsz elfelejteni. Van úgy, hogy néha keménynek kell lenni. Te például mit csinálsz, ha egy fószer összeesik előtted az utcán? Na nézzünk egy rossz bőrben lévő önkéntest. Ugye önök is emlékeznek a mentőszolgálat emlékezetes videójára, amelyben a kemény fiúkat alakító közismert színészek oktatják a nagy érdeműt, hogy kell megmenteni egy hirtelen szívhalált elszenvedő delikvenst. Valaki fekszik a földön, akkor le kell hajolni, meg kell nézni, hogy ad-e életjeleket, lehet-e látni életjeleket, légzést, vagy valamiféle mozgást végez-e. Tulajdonképpen, ha az a gyanunk merül föl, laikusokban is, tehát bárkiben, hogy itt akár egy keringés nélküli emberrel állunk szemben, akkor jól meg kell rázni, és hogyha erre semmiféle életjelet nem ad, nem mozdul, nem nyöszörög, akkor el kell kezdeni az újraélesztést. A szakértő szerint minden ember el tudja végezni az ilyenkor szükséges mozdulatokat, vagyis erős és gyakori mellkasnyomást kell végrehajtani, ahogy a mentőszolgálat videójában is látható. Így fogd össze az ujjaid. Az új bütykök mindig felfelé nézzenek. Aztán gyerünk, ami belefér, nyomd folyamatosan a mellkasát 5-6 centi mélyre. A lényeg, hogy erősen és gyorsan csináld. Egy másodperc alatt kb. Kétszer. Ne hagyd abba, amíg föl nem éled, vagy ki nem érkeznek a mentők. Az újraélesztés folyamatát megkönnyítheti egy a közelben lévő defibrillátor is. Erre a mentőszolgálat szóvivője is felhívta a figyelmet. Hogyha valaki összeesik az utcán és leáll a szívműködése, akkor ahhoz, hogy sikerüljön őt újraéleszteni, két nagyon fontos dolognak kell teljesülnie. Egyrészt legyen ott valaki, aki azonnal elkezdi a mellkasnyomásokat, másrészt pedig lehetőleg perceken belül érkezzen meg egy defibrillátor, amit rácsatlakoztatva akár újraindíthatják a szívet. A hegyvidéken már 17 újraélesztő készülék működik. Többek között az Ugocsa utcában, a Böszörményi úton, a Kulturális Szalomban és a Városmajori Gimnáziumban, ahova a hegyvidéki önkormányzat egy éve telepített egyet, mert a közeli pályán rosszul lett egy sportoló. Az ő életét akkor a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni, ám alig több mint egy hete ismét megállt a szíve egy embernek, őt a gimnáziumhoz telepített készülékkel mentették meg. Ez a mostani eset is megmutatta azt, hogy nem szabad félni a defibrillátorok használatától, mert hogyha valaki még soha nem használta, akkor is könnyűszerrel elvégezheti vele az újjáélesztést, ugyanis ezek a készülékek hangosan egyértelmű utasításokat adnak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell használni. Beszéltem telefonon azzal az egyik sporttársal, aki részt vett ebben az újraélesztésben, és ezt mondta el nekem, hogy valóban nagyon nagy segítség volt az, hogy ott volt ez a defibrillátor, és hogy valóban folyamatosan egyértelmű utasításokat adott a használatra vonatkozólag. Így sikerült az újraélesztés, a mentők kiérkezéséig ezt már megtették a sporttársak. Magyarország évente egy kisvárosnyi 25 ezer embert veszít el hirtelen szívmegállás miatt, pontosabban azért, mert a keringés leállását követően az áldozatokat nem éleszti újra senki. A mentőszolgálat már két alkalmazást, a SafeCity-t és az életmentő applikációt is közzétette. Ezek többek között a defibrillátorok felelési helyéről is tájékoztatást adnak.
Elkészült az Anna-réti kápolna. A szabadtéri miséző helyet december 8-án ünnepi szent misével adják át és áldják meg. A világ királynője engesztelő kápolna megépítése idén tavasszal kezdődött el. A kivitelezés adományokból valósult meg. Több mint 500 000 járultak hozzá az építkezés költségeihez. Már elérhetők a jövő évi autópálya matricák. Ezek ára átlagosan 18%-kal emelkedett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több autós vásárolja meg online a matricákat, és egyre népszerűbbek az éves országos és vármegyei matricák. A jövő évtől 230 kilométernyi útszakasszal bővülhet a fizetős utak hossza. Vádat emelt az ügyészség azzal a 3 tizenévessel szemben, akik megtámadtak egy ellenőrt. A három fiú jegy nélkül utazott a 6-os villamoson a Móri Zsigmond körtér felé, ezért az ellenőr leszállította őket a járműről. Egyikük összeszólalkozott az ellenőrrel, néhány pillanat múlva pedig a társai is bekapcsolódtak a vitába, ami végül tetegességig fajult. Volt, aki ököllel arcon ütötte, az egyik fiú pedig megrúgta az ellenőrt. A karácsony előtti nagy bevásárláskor is érdemes használni az online árfigyelőt. Erre hívja fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal. Ezzel pénzt és időt is lehet spórolni. Az árfigyelőben ugyanis bevásárló lista és térképes boltszűrő funkció is elérhető. Az adatbázisban 6 kiskereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában 62 termékkategóriában kereshetnek a vásárlók. Az árfigyelőben mintegy 1200 élelmiszertermék napi aktuális ára követhető nyomon. Az egyensúlyi mutatók további javítása a cél, mondta a 2024-es költségvetés kapcsán a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, a kormány a költségvetés hiányát a GDP 2,9%-ára csökkenti, és elkötelezett az államadósság mértékének további mérséklésében. Jövőre új állampapírok jelennek majd meg. Egyszerűbb számlanyítási lehetőség áll azoknak a lakossági befektetőknek a rendelkezésére, akik állampapírt vásárolnak, és javul a kincstári egy digitális szolgáltatásainak színvonala. Ezt a korábban tett ígéretet 2024-ben érezhetik igazán a pénzüket állampapírba fektetők. Többek között erről is szó volt, amikor a jövő évi államadósság finanszírozásról adtak tájékoztatást. A pénzügyi tárca vezetője a piaci helyzet javulásáról számolt be. Az adósságot ugye csökkenő pályán tartjuk. A 2022-es 73,3%-os szintről az idei év végére már ez olyan 70% környékére fog csökkenni, reményeink szerint 70% alá, jövőre pedig 67%-ot prognosztizálunk. A második fontos szempont, hogy az államadósság átlagos futamideje jelentősen nőtt, ugye 4 évről 6 évre. Ez azt jelenti, hogy biztonságosabban, hosszabb távon tudunk finanszírozni lejáró papírokat, mint az elmúlt időszakban. A harmadik pont, hogy az adósság szerkezete is kedvezőbbé vált. Ugye mit értek ez alatt? Míg 10 évvel ezelőtt az adósság több mint fele külföldi devizában volt, addigra, mára ez az arány körülbelül negyedére javult, és egyúttal a külföldiek 65%-os aránya is 40% alá csökkent. A hazai finanszírozás ebben az évben ugyan magasabb kamatfizetési kötelezettségbe kényszerítette a kincstárat, GDP arányosan 2,3%-ról 3,8%-ra változott ez az arány, ám a kifizetések a magyar befektetők anyagi kondícióit javították. Az Államadósság Kezelő Központ vezetője elmondta, hogy a kisbefektetők érdekében és a tőke koncentráció elkerülése miatt vásárlási korlátokat állítottak fel több papír esetében is. Ez a feltétel a 2024-es kibocsátásoknál még szigorúbb lesz. Jönni fog egy 3 éves fix magyar állampapír, ezt fixmarknak fogjuk hívni, illetve jönni fog egy 5 éves bónusz, tehát a diszkont kincstári egy aukciós hozamához kötött bónusz, aminek hasonlóan az új PMAP sorozathoz lesz egy hűségprémiuma az utolsó 2 évben, tehát az utolsó 2 évben a lejáratig való tartást ösztönzendő egy magasabb prémiumot fog fizetni. Ez is januárban indul, ezt majd januárban fogjuk meghirdetni, és akkor látszanak a kondíciók. Júniusban, amikor a MAP plusznak, ha jól számolom, az 5. születésnapja lesz, akkor meg fog újulni várhatóan a MAP plusz, hogyha a piaci viszonyok is ezt megengedik, át fogjuk árazni, viszont nem 5 éves papírként, hanem 1 éves papírként fogjuk ezt adósságkezelési szempontból kezelni, annak ellenére, hogy ez továbbra is egy 5 éves,
lépcsőzetes kamatozású fix papír lesz. A vezérigazgatótól megtudtuk, hogy amíg a hazai kibocsátások kisebb mértékben, a külföldön megjelenő magyar állampapírok jelentősebb arányban csökkennek. Azt tervezzük, hogy maximum 2 milliárd dollárnyi dollárkötvény lesz valamikor az első negyed évben, illetve maximum 1 milliárd eurónyi eurókötvény, ami várhatóan zöld kötvény lesz, és ennyi a dollár és euró jövőre. A szakértők szerint jövőre a japán és a kínai piacon megjelenő állampapírokkal is finanszírozzák majd a magyar költségvetési hiányt, ám ezek mértéke sokkal kisebb az imént említett összegeknél. Mesél az asztal címmel nyílt szabadtéri fotókiállítás a Csikós udvarban. A tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó gasztronómiai és kulturális hagyományokra. A böjt időszakában Kárpát-medence szerte a levesek voltak a legfontosabb ételek, szintén ehhez az időszakhoz kötődik a sütőtök és a mákos kukorica fogyasztása is. A mákos kukorica az északkelet Magyarországon a mai napig él. A Csikós udvaron megnyílt szabadtéri kiállításon olyan hagyományos karácsonyi fogások láthatók, mint az aranyló kocsonya, a töltött káposzta, a halászlé, a mézes puszedlé, a rántott pontja, a rétes vagy a beigli. Utóbbi eredetileg Szilézia vidékéről származik, és csak a 19. században terjedt el Magyarországon. Az eleinte mákos és diós patkó formában készített finomság Krisztus jelképe is volt. A kiállítás anyagát Borbás Marcsi műsorvezető állította össze. Nem csak felkutatta, de el is készítette azokat a hagyományos ünnepi ételeket, amelyek egykor az adventől a vízkeresztig tartó időszakban az asztalokra kerültek. A fotók és a rövid leírások segítségével ezeket lehet megismerni. Semmi nem fejezi úgy ki egy nép lelki életét, semmi mélyebben nem fejezi ki, mint az, hogy hogyan ünnepel. Tehát a világszemlélete, a gondolkodásának a gyökerei, az érzései, azok tetten érhetők az ünnep módozatain, hogy mit tart be, mit nem, mit tud, mennyire szakrális, mennyire nem az. Most, ha ezt a kettőt összerakjuk, az ételt és az életet, az ételt és az ünnepet, akkor ugye létrejön például ebben a szűk időszakban ez az adventi jeles napok időszaka. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak a Kárpát-medencei magyarság ünnepi ételeit mutatja be. Betekintést kapunk az egyes ételekhez kapcsolódó tradíciókba, hiedelmekbe és rituális szokásokba is, azokba az érdekes történetekbe, amelyekről egy-egy terített asztal mesél mindannyiunknak. A tárlatnak otthont adó Csikós udvar is a Nemzeti Hausmann program részeként született újjá. A Karakas Pasa tornyának nyári átadásával befejeztük a Csikós udvar és környezetének teljes újjáépítését. A felújítások eredményeként a Csikós udvar szinte egyik pillanatról a másikra az egyik legkedveltebb szabadtéri helyszínünké vált. És ezért is döntöttünk úgy, hogy az idén itt állítjuk föl a budavári Palotanegyed karácsonyfáját, itt helyezzük el a Betlehemet. A karácsonyi kiállításhoz kapcsolódva december 9-én és 12-én Borbás Marcsi tart majd tárlatvezetést. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!